Ez a mozaik, ahol a legjobb duma folyik. Ez a mozaik, itt megtudod, hogy mi zajlik. Ez a mozaik, híradó előtti napra kész áradat. Ez a mozaik, politika, film, kultúra, divat. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Mozaik műsorát látják. Egyre inkább közeledünk Minden Szentek ünnepéhez, és ezt megelőzően sokan már a Halloween-t, azaz a Minden Szentek előestéjét is ünneplik, éppen ezért mai műsorunkban mindkét témakör helyet kap. Tartsanak velünk! Egyre többen bújnak jelmezekbe Minden Szentek előestéjén, ez a szokás külföldről ered, és sokan jó mókának tartják ezt, ugyanis ilyenkor lehetőségünk nyílik a legőrültebb maskarákat is magunkra aggatni, sokan viszont ezt így nem veszik jó néven, mások pedig csak egyszerűen egy jó mókának tartják ezt. A következő percekben Brassai Esztert láthatják, amint ellátogatott egy jelmezes boltba, és sok érdekességet tudott meg. Nézzük is! A Halloween ősi kelta ünnep, az Írországban és Skóciában élő törzsek ezen a napon ünnepelték az új évet, és ilyenkor egyszerre hódoltak a napisten és a holtak ura előtt. Az utóbbi években a térségünkben is elkezdett teret hódítani. Ennek egyik legnagyobb vonzereje az, hogy jelmezbe bújhatunk és kibújhatunk a hétköznapi állarcunkból. Erről pedig rengeteget mesélhet Ambrus Anna Mária, aki már évek óta a jelmezek eladásával foglalkozik. Vannak évek, amikor kimondottan minél vadabb Halloween jelmezeket kérnek. Vannak évek, amikor valami lightosabbat kérnek. Igazából nem a gyerekek, mint eddig. Tehát az elmúlt években inkább a gyerekek kérték a nagyon vadat, most a felnőttek, a még enyhén fiatalos felnőttek kérik a vadabbakat, a gyerekeknél most már inkább valami lájtosabbat kérnek, vagy akár egyáltalán nem öltöznek. Megtartják a Halloween bulit, de nem öltöznek boszorkányban, vagy hasonló kimondottan Halloween jelmezekben. Érdekes módon a tavaly nem igazán vitték a kimondottan Halloween jelmezeket. Rengeteg buli volt, de általában mindenki annak öltözött, aminek akart. Nagyon-nagyon kevés volt az kimondottan Halloween jelmezt kérő kliens. Vagy ha igen, akkor többnyire hölgyek és a nagyon-nagyon szexi jelmezeket vitték. Tehát az ilyen tüllős, miniszoknyás, izgalmas jelmezeket kérték. A férfiak nem igazán szeretnek beöltözni. A férfiak két csoportba az vagy nagyon, vagy lehetőleg egyáltalán, vagy nagyon minimális dolgot. Néha nem kell több a boldogsághoz, mint hogy egy kis időre kibújjunk önmagunkból, és jelmezt öltsünk magunkra. Egy család anyuka a fiacskájával bejött vásárolni. A kisfiúnak volt ugyan egy ilyen lájtosabb Halloween az oviba rendezve, és azzal a feltétel a szülők is beöltöznek. És anyuka bejött, ő valami különlegesebbet szeretett volna, nem volt egy könnyű eset az anyuka. Ne legyen túl sok, de ne legyen túl kevés sem. És a férjének pedig egy egyszerű cowboy mellényt keresett, mert hogy kalap van otthon, és ennyi. Közben úgy alakult, hogy a férj az itt volt a közelben, bejött, és addig-addig forgattuk a jelmezeket, amíg végül sikerült a férjnek egy pilóta jelmezt adni. Amitől a férj, ha megtehette volna, ha lett volna helye, tripla szaltot volna, szökött volna, és ilyen iszonyú nagy boldogság, tehát én még gyereket nem láttam úgy örülni, hogy az az apuka tudott örülni ennek az egyszerű pilóta jelmeznek. A férfiak is, de a nőkben is van egy ilyen, hogy ó, hát valami nagyon egyszerű, hogy éppen csak, hogy nem mondják, hogy nem. De amikor itt vannak a sok száz jelmez között, és mondjuk van egy pici tapasztalatom, hogy tudom, hát mondjuk úgy nem rábeszélni, de mutatni nekik, és hogy ez jól állna, vagy... És akkor elmennek úgy, hogy látszik az öröm az arcukon, wow, és én ezt megmerem csinálni.
Közeleg a Minden Szentek és a Halottak napja, amikor családtagjainkkal kilátogatunk a temetőbe, gyertyát gyújtunk és megemlékezünk elhunyt szeretteinkről. A legtöbben a mécsesek mellett virágokat is elhelyeznek a sírokra, de mivel novemberben már beköszönt az igazán hűvös időszak, és szeretnénk, ha a növények minél tovább szépek maradnának, érdemes trapabíró és hidegtűrő verziókat választani. Ehhez adunk pár tippet, meghívottam Demeter Izabella. Szia, köszöntelek a stúdióban. Szia, köszönöm a meghívást. Gondolom, rengetegen fordulnak hozzátok így ebben az időszakban, ugyanis te egy virágboltnak vagy a tulajdonosa, és virágkötőként is dolgozol. Milyen tanácsokért fordulnak leginkább hozzátok? Hát amikor bejön valaki virágot vásárolni ilyen alkalomra, az a fő szempont, hogy legyen szép, legyen nagy, mutatós és olcsó. És akkor ezt így meg kell valósítani mind az összes szempontot. Én személyesen mindig az élő virágot ajánlom, és nem csak a vásárlóknak, hanem az ismerőseimnek is, és mindenkinek, és én is azt szoktam vinni egyébként. Ilyen változatban lehet kapni tartósabbat, vagy kevésbé tartósat, helyit, vagy külföldit, mindenkinek a zsebe szerint, és az igénye, és az ízlése szerint. Milyen virágot ajánlsz mondjuk ebben a hűvös időszakban? Most már azért melegek voltak, de pont november 1-ére tényleg beköszönt a hidegebb időszak, és azért szeretnék az emberek, hogy picit tovább tartson az a virág, mint igen, sem hát egy éjszakát. A közkedvelt krizantém az a legelőnyösebb, és talán már hagyománnyá vált, hogy a legtöbben azt visszük a temetőbe világításra, vagy nem csak világításra, hanem évközben is, hogyha van rá lehetőség, mivel ez sokat tart, sok színben kapható, és nem igényes, bírja hideget. Van esetleg olyan más virág, amit ültetni lehet, és mondjuk évközben máskor elülteted, és még ilyenkor is élve megmarad? Igen, hát például én nagyon szeretem a Kalluna családjába tartozó, tehát Erika az a neve a virágnak, C-vel írjuk. Az egy ilyen bokros növény, nem kimondottan virág, de nagyon szépen díszíti a sírokat, ezt otthon is szokták amúgy ültetni lakás mellé, és ez sem túl igényes, amúgy ez is bírja a hideget. Különösen a napot nem szereti, hogyha az év melegebb szakaszára gondolunk, akkor talán érdemes olyan virágot választani, ami kimondottan a napot bírja, mert ugye évről évre egyre melegebb van nálunk is. És most már itt is változik az idő, igen. Igen. Például befödött sírok esetében milyen fajta díszítést ajánlsz? Vannak valamilyen új megoldások, amiket így mondjuk halottak napjakor tudnának alkalmazni az emberek, hogy esztétikus legyen és igen, minimális lehet, megoldás? Ilyen ikebana-szerű díszt készíteni, abba tehetünk cserepes növényt, tehát ugyanezek a növények, amiket felsoroltam, a krizantém, ez az erika, vagy akár az árvács, ezek megtalálhatók cserepes változatba, kisebb-nagyobb méretben, ezeket nagyon szépen össze lehet ültetni, és akár lehet díszíteni kis gyümölcsökkel, vagy szallaggal. Minden, ami mondjuk vagy, erre az évszakra jellemző. Igen, mondjuk kis levelekkel, vagy ilyen dekorációs tököcskikkel, vagy igazából, igen, mindenkinek úgy az ízlésére van bízva, hogy neki igen. Mi fér bele is. Én mindenképp azt ajánlom, hogy aki virágot vásárol, vagy ilyen díszt, az menjen a natúr fele. Legyen minél természetesebb a hatás. Most ne azt nézzük, hogy be kell virágozni az egész sírt, és akkor legyen minél olcsóbb, hanem vigyen egy dolgot, ami szép és jól mutat, és amit főleg, hogy szívből ad, és akkor az jelent valamit. Melyek esetleg azok a dolgok, amik kerülendők, és valahogy egyáltalán nem mutatnak jól a sírokon, a temetőkben? Igen, nem hordozzák azt a jelentést mondjuk, ami ide illik. Igen, visszatérek oda, hogy mindenkinek amennyit enged a zsebe. Van, aki kedveli a művirágot, én nem. Hiszen tartós. Tartós, relatív tartós. Én nem ajánlom, én nem szeretem, én nem vinném. De tudom azt, hogy közkedvelt, mert nem hervad el. De mondjuk ott tud porosodni. Jobb esetben nem lopják le a sírról. Igen, mondjuk ez is még egy szempont. Hát igen, ott porosodik. Most már ott is van több kategória. Van, ami jobban, vagy többé-kevésbé jól van leutánozva a
az élő mintájára. Minőségibb művirágok vannak. Így van, így van, sok esetben drágább a művirág, mint az élő. Szerintem éppen ezért is érdemesebb élőt vinni, mert azzal nem lehet tévedni. Tehát ami élő, pont amiatt, hogy a maga a szimbolikája a virágnak, az összekapcsolható a világításnak az eseményével, és az élettel úgymond, mert a virág az egy élő valami, ami hervad. Az ember is egy olyan élő, ami hervad. Milyen fajta szimbolikája van mondjuk még más szempontból a virágoknak? Teszem fel a szín szempontjából, vagy esetleg virágfajta szempontjából. Milyen színekben gondolkodjunk? Vagy van esetleg kérdés? Virágfajta szempontjából, hát ugye most közkedvelt a krizantim az ár és tartóság miatt. Utána néztem, különböző országokban más a szimbolikája a krizantémnak. Például Angliában barátnak is visznek a szülinapra. Nálunk ilyesmit nem csinálnak, mert az nálunk le van könyvelve. Van egy ismerősöm, aki mondta, hogy nem tudja, hogy milyen virágot vásároljon. Mondtam, hogy mindegy, a virág az nagyon szép ajándék. És akkor krizantémot vett. Tehát a legrosszabbat választottam, mert nálunk kapnék, elfogadom. Igen. Én elfogadom, de másnak úgy le van könyvelve, hogy az csak halotti virág. Hát így a színekről annyit, hogy talán a fehér az a tisztaság színe, a színes az a vidámság, bármilyen színű ciklamen, narancs, sárga, sötétebb, világos a bárnyalatok. Nem feltétlenül kell szomorú legyen a hatás attól, amiért sírra visszük. Lehet nyugodtan színesre díszíteni, miért ne? Igen, egyébként külföldön jellemzőbb az, hogy sokkal rendezettek itthon is a sírjaink, de ugye a temető sokkal rendezettebb, meg sokkal minimalistább. Nálunk milyen irányba tart ez a vonal? Te mit veszel észre így évről évre? Van igény arra, hogy a sírokat rendezzék. Mi is kapunk felkérést arra, hogy menjünk ki, például külföldre költözöttek szeretnék az itthoni sírokat elrendezni, és akkor megkérnek, hogy vigyünk virágokat, meg gyertyát, meg rendezzük el. Tehát van ilyen szolgáltatás egyébként? Igen, 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 persze. És azt látom, hogy nagyon sok sír el van hanyagolva, ugyanakkor ez szerintem egy kulturális probléma is, hogy erre nem tart mindenki igényt, hogy a környezetét ápolja és gondozza azt, amije van. De örülök azoknak, akik legalább ilyenkor számon tartják ezt a szempontot és igyekeznek elrendezni a sírt, szépé tenni. Te mit tartasz szebbnek, például a te véleményedre vagyok kíváncsi, hogy inkább egy, úgy nevezem, hogy veteményes sír tud szebb lenni televirágokkal, vagy pedig tényleg válasszuk inkább, egyre többen azért befődetik a sírokat, és akkor azt úgy díszítik. Igen, itt kétfajta emberre válogatja ez a dolog. Van, aki azért rendezi el a sírt, hogy mit mondanak a többiek. Uh-huh. És akkor az úgy kicicomázza, hogy tényleg drágába kerül, mint egy autó sok esetben. És van, aki a belső értékeket próbálja kimutatni, azt, hogy ő ragaszkodik ahhoz annak az elhunyt valakinek az emlékéhez, és akkor élő virággal egy kis kertet készít oda, és annak van egy olyan kedvessége, amikor az ember ránéz, akkor nem döbben meg, hogy itt most egy nagy márványtöm van, hanem hogy ott valami élő van. Igazából. Akár csak egy szálvirággal is ki tudjuk ezt fejezni, hogy gondoltunk, van, és ott voltunk, és igen. A virágok mellett ugyebár a gyertyák is díszítő elemként szolgálnak. Milyen gyertyát vásároljunk? Ugye itt nagyon sok helyen találkozhattunk azzal, hogy térjünk vissza a hagyományos fehér gyertyához. Te mit ajánlsz? Miért térjünk vissza esetleg, ha térjünk, és miért válasszuk azt, amit szoktak a mécseseket? Igen, hát ugye lehet kapni ezt a hagyományos, egyszerű gyertyát, amit a földbe be lehet szúrni. Az mondjuk előnyösebb, mert környezetbarát. A műanyag plasztik poharakba öntött gyertya az elég, és megmarad a szemét. Na konkrétan ez az, utána, igen. Amit másnap el kellene takarítani, úgyhogy bátorítom a kedves nézőket, hogyha elmennek világítani, akkor legyenek szívesek, utána megint menjenek el, és takarítsák össze maguk utána megmaradt hogyha pedig nincsenek ott másnap is, nincsenek az adott helységben, akkor
inkább az egyszerű gyertyával világítsanak, mert igen, az ugyebár csak viaszthagy maga. Igen, vagy üveggyertyával. Vannak nagyon szép üvegpoharak, amikben gyertya, viasz van, és az szerintem esztétikusabb, és szebben is világít. Nagyon szép. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és megosztottad ezeket a gondolatokat. Köszönöm a meghívást. Köszönöm szépen. Oxigén című rovatunkkal folytatjuk tovább, melyben valóra válik mindazon emberek álma, akik elképzelték már, hogy egy mozgó otthonnal járják körbe a nagyvilágot. Bagaméri Noémi egy hazai kezdeményezés részleteibe avat be minket. Nézzük! Kicsi, szállítható és ízléses otthon. Talán sokan hallottak már az Eco Tiny House-ról. A következő pár perc róluk fog szólni, és egy nagyon jó kezdeményezésükről. Ültettek 10 fát minden eladott ház után. Mi fa házikokot építünk, ilyen alvázokra, úgynevezett futókra. Ezek több különböző méretekben vannak. Kezdjük a legkisebb, az 5,5-ös, és van a legnagyobb, ami 8-9 méterig el. Több használatra lehetnek, tehát lehetnek állandó lakóházak, ilyen hétvégi házikók, persze már csináltunk irodát is, pékséget, ilyen kis üzleteket, bár. Tehát nagyon sok felhasználata lehet a kis házikóknak, és nagyon könnyű őket módosítani. Vannak korlátok, az egyik legnagyobb korlátunk az a súlyuk, 3500 kilóba bele kell férjünk, a másik korlát az lenne a magassága, ami 4 méter, és szélessége persze az 2,5 méter lehet, hogy tudjunk közlekedni velük az útokon. A klienseink 90%-a külföldi, ezért nagyon sokat járunk külföldön, és ott láttuk azt, hogy hogy működik egy igazi erdőgazdálkodás, és hogy mennyire természetes az, hogy az emberek, hogyha kivágják a fákat, akkor azokat vissza is ültetik. Innen jött az alapötlet, és mivel mi faházakat építünk, ezért azt szeretnénk, hogy azt a faanyagot, amit elhasználunk, azt vissza is adjuk a természetnek úgymond. A cégpolitikánk az az, hogy minden egyes eladott házunk után 10 fát ültetünk vissza, ezért most egy picit fölé mércéztünk, ezért nem 650 fát ültetünk, hanem 1000 fát ültetünk, hogy legyen egy szép kerekszám. Arra szeretnénk ösztönözni úgy az alkalmazottainkat, mint a gyerekeinket is. A gyerekeink is részt fognak venni az ültetésben, tehát ők is itt lesznek mellettünk, hogy ez a dolog egy természetes dolog legyen, ami nem egy tehát nem követel egy különleges odafigyelést, hanem úgy természetesen jöjjön az, hogy igenis mi elmegyünk és fákat fogunk ültetni minden évben egyszer-kétszer. Egy picivel összetettebb, tehát nem úgy van, hogy mi elgondoljuk, hogy fákat szeretnénk ültetni, és akkor kimegyünk a természetbe és elkezdünk ültetni, ugyanis annak sajnos nincsen eredménye, és valószínű, hogy ki fognak pusztulni már jövőre. Ezért felvettük a kapcsolatot egy közbirtokossági taggal, felvettük a kapcsolatot erdésszel, beszéltünk azzal, aki a facsemetéket megtermeli, és mindenkinek kikértük a tanácsát, hogyan ültessük, milyen fákat ültessünk, mikor ültessük. Tehát ez egy picivel összetettebb dolog ahhoz, hogy eredményes is legyen. Nagyon-nagyon jó ötletnek tartom ezt az egészet, ugyanis mi nagyon sok csemetét ütettünk el, például az elmúlt egy évben 56 ezer csemetét ütettünk el. Viszont erről senki nem tud igazából, csak az erőtulajdonosok, és akivel a munkát elvégeztetjük. Ezért azért örülök ennek az egésznek, mert így az emberek is lehetőség kapnak arra, hogy bepillancsanak ebbe a munkába, amit végzünk itt. Tehát mi nem csak fát vágunk, hanem a helyét is visszatesszük, és a jövőnek is biztosítjuk azt, hogy majd legyen ahova kimenni, és legyen majd amiből gazdálkodni. Úgy gondolom, hogy fontos, hogyha elveszünk a természettől, akkor azt adjuk is vissza. Így tett az Eco Tiny House is. Köszönöm figyelmüket, találkozunk jövő héten, addig is minden jót, viszontlátásra!
Milyen jó is lenne egy ilyen kis ház tulajdonosának lenni. Minden van benne, amire szükségünk lehet. Szerintem más nem is kell az életben. A következő percekben szintén szemedgyönyörködtető pillanatokban lehet részük, ugyanis Főnix konyha rovatunk következik. Vigyázzanak, lehet megéheznek. A kedves nézőkkel ünnepelni fogunk, mivel a Mezőpanéti Terézia az idén ünnepli a 25. születésnapját. Jó napot kívánok! Mai adásunkban egy kakukkfüves sajtkrémlevest fogunk elkészíteni, amihez elengedhetetlenek a minőségi sajtok. A levesünk köz kétféle sajtot használunk, a panétit és a mozzarellát. Egy kis vajat olvasztunk, amihez hozzáadjuk a lisztet, fokhagymát, kakukkfüvet, a kétféle sajtot, és ezt felhúzzuk tejjel, hogy sozzuk, borsozzuk. Miután besűrűsödött a levesünk, én kakukkfűvel díszítem, levesbetétként fenyőmagot használok. Jó étvágyat kívánok! A viszontlátásra! Ajaj, mondtam én, hogy nem lesz könnyű végignézni ezeket az incsiklandozó perceket, de majd elkészíthetik ezeket a finomságokat a recept alapján. Most pedig programajánlóval folytatjuk tovább Kosszika rendíthetetlen lendületével, következzen tehát a kimenő. Üdvözlöm Önöket, sziasztok! Ma október 30-a van szerda, és ma van a takarékossági világnap 1924 óta. A mai nap Gárdonyi Géza halálának az évfordulója is, aki 1922-ben hunyt el, és aki a 19.-20. századforduló magyar irodalmának népszerűségében máig kiemelkedő alakja, korának sajátos figurája, egyik irodalmi körhöz sem sorolható tagja volt. Önök a kimenőben értesülnek a hét eseményeiről Koszorús Krisztinától. 49 kisfilm versenyezhet idén az Alternatív Nemzetközi Rövidfilmfesztivál nagy díjáért. A szemlét 27. alkalommal szervezi meg a Maros megyei MADISZ november 6-a és 10-e között, helyszíne ezúttal is a Marosvásárhelyi Kultúrpalota lesz. Az eseményen a rövidfilmek mellett a 2018-as és 19-es esztendő legsikeresebb román és magyar játékfilmjeit is megtekintheti a közönség, emellé pedig különleges koncerteket is ígérnek a szervezők. A Háromszék Táncegyüttes és a Lajta László Alapítvány szervezésében november 8 és 9-e között 31. alkalommal kerül megrendezésre a Népzene és Néptánc Találkozó Sepsiszentgyörgyön. A rendezvény fő program sorának idén is a Sepsi Aréna ad otthont november 9-én szombaton, ahol gazdag, minőségi kínálattal várnak minden korosztályt a szervezők. A rendezvény az elmúlt 31 év során az erdélyi népi kultúra egyik végvárának szerepét töltötte be, és évről évre kiemelkedő színforttal gazdagította a Sepsiszentgyörgy kultúrája. Program kínálatát.
Az Én kreatív világom címmel első alkalommal szervez gyermekkonferenciát Marosvásárhelyen Csíki Andrea klinikai pszichológus iskolai tanácsadó. November 9-én a Maros Művészegyüttes előadó termében zajló eseményen egyéni és csoportos produkciókat láthat a közönség. A konferencia szünetei alatt a gyerekek bármilyen kreativitást tükröző saját készítésű tárgyat árusíthatnak. A Kolozsvári Állami Magyar Színház által kezdeményezett Filmrendezők a Színházban sorozat első állomásaként az Illegitim című film adaptációját állította színpadra Adrián Citaru. Az előadás különlegessége, hogy a színház történetében először a virtuális valóság technológiáját használja, azaz a nézőknek párhuzamosan van lehetőségük VR szemüvegeken keresztül és a valóságban követni a színpadi történéseket. A rendező elmondása szerint a virtuális valóság technológia használatával a valóságérzékelésünk bizonytalanságára szeretné irányítani a nézők figyelmét. A darab október 31-én 20 órai kezdettel látható. Ennyi volt a mai műsor. Én Kosztolós Krisztina vagyok, és Gárdonyi szavaival búcsúzom önöktől. Nem az a szerencsétlen, akit annak vélsz, hanem aki magát véli szerencsétlennek. Köszönöm figyelmüket, tartsanak velem holnap is. A viszontlátásra! Ma este 7 órától tartsanak velünk, ugyanis a híradó következik Gál Noémivel, aki most összefoglalja nekünk röviden, hogy miről is fog szólni. Szia, Noémi! Szervusz, Laura, köszöntöm a nézőket! Ma a politikában tulajdonképpen csak a papírforma szerint alakulgattak a dolgok. Folytatódott a miniszterek meghallgatása, néhányukat negatívan véleményezték a szakbizottságok, de ez igazából csak konzultatív jelzés. Ludovik Orbán ettől még hétfőn a parlament elé járulhat, bizalmat kérni kormányának. Elfogadott a parlament egy fontos törvényt, amely segíthet az orvosexódus megállításában, és a híradó második felében egy számomra igencsak kedves riportot láthatnak. Szabó Kati Tornász Csillag hazalátogatott szülőföldjére Háromszékre. Tartsanak velünk, mutatunk egy képes ízelítőt is a mai kínálatból. Jogérvényesítés. A kisebbségek anyanyelv használati jogait helyreállító közigazgatási törvénytervezetet terjesztett a parlament elé az RMDS. Indagra. Megnyitotta kapuit Bukarestben Kelet-Európa legnagyobb mezőgazdasági szemléje. 25 ország több száz cége képviselteti magát, hangsúlyos a magyar jelenlét is. Segélykiáltás. Japán sztrájkba kezdett 17 marosvásárhelyi szociális szervezet, mert a polgármester felelőtlensége veszélybe sodort a tevékenységüket. Csillagnéző. Hazalátogatott szülőföldjére Szabó Kati, többszörös olimpiai világ- és Európa-bajnok tornász. Diákokkal találkozik, életéről, pályafutásáról mesél nekik. Ma este Sajtóprés című műsorunkat láthatják Farkas Istvánnal, aki mindig nagyon jó kis promókkal jelentkezik. Nézzük most, mivel lep meg. Szia István! Bírod te még ezt a hazai iszabbirkózást a politika területén? Szervusz, Laura, hát egyet szorítottam már a nadrág szíjamon, ez igaz, nem stresszmentes ez az időszak, államfőválasztási kampány, kormányalakítási láz, de még bírom, sőt, igazából tetszik, hogy helyzet van. Elméletileg révbe értek a kormányalakítási tárgyalások, az egyeztetések azonban az utolsó pillanatig, azaz hétfő délelőttig folytatódnak. A nagy kérdés, hogy Ludovik Orbánnak sikerül-e összelapátolnia a többséget a jobboldali konjunktúra szövetségéhez, vagy ha úgy tetszik, a kényszerkoalíciójához. És az is világos, amit a közismert dal állít, szeretni valakit valamiért, de miért? Mit ígér a Pénélé kabinet a magyaroknak, mármint sok vagy kevés az? Markó Béla az RMDS volt elnöke, és Szász Attila a Marosvásárhelyi Rádió főszerkesztő helyettese lesz ma este a Sajtóprés asztalánál. Nekem megvannak a kérdéseim, az uraktól kapunk válaszokat. Önök csak kényelembe kell helyezzék magukat a képernyők előtt. Várom önöket este 8-kor. Köszönöm szépen István, és köszönöm, hogy velünk tartottak, remélem jól érezték magukat. Holnap is tartsanak velünk, hiszen a Reformáció emléknapja alkalmából a megújulásról fogunk beszélgetni, de hogy kivel és miről is pontosan, azt holnap megtudhatják. A viszontlátásra!